A 19-es Samát itt fogjuk olvasni. Ez most nem tudom melyik. Mit jelent az, hogy a teremtő utálja a testeket a munkában? Na, azt nem tudom, honnan olvassák, úgyhogy ez most... Tehát csak olvassuk. Tehát egyszerűbb a számomra, hogyha most követem azt, amit olvasol. Tehát ebből az okból kifolyólag az embernek állandóan meg kell vizsgálni önmagát, hogy mi a munkájának a célja, azaz, hogyha a teremtő örömet szerez minden egyes cselekedetéből, amit az ember végrehajt, akkor formegyezésre kerülhet az ember a teremtővel. És ezt nevezzük úgy, hogy a te cselekedeteid a teremtőért, teremtőre irányulnak, és a teremtőért nyilvánulnak meg, ami azt jelenti, hogy valaki örömet akar okozni a teremtőnek, mindazonáltal, amit cselekszik, ahogy írva van, el akar jutatni a megelégedettséghez az ő teremtőjét. És az embernek önmagát olyan módon kell irányítani, hogy a kapni akarása, ahogy mondva van, hogy én már eldöntöttem, hogy nem akarok semmilyen örömet szerezni, nem akarok semmilyen élvezet szerezni a munkámból, mert azt akarom, hogy a teremtő szerezzen örömet, és mindez azért van, mert én kényszerítve voltam, hogy leválasszam magam a teremtőtől, és formaeltérésbe kerüljünk egymással, és ilyen módon távol legyek taszítva a teremtőtől. És az embernek állandóan reménykedni kell abban, hogy nem veszíti el a kapnakarás uralmát önmaga fölött, anélkül, hogy az emelkedés és a zónások közben is ne a teremtő feltárásra tudna irányulni, és ilyen módon elnyerheti azt, hogy a teremtő felnyitja a szemeit, és megadja az erőt ahhoz, hogy az ember túl tudjon jutni a saját kapnakarásán, és eljusson ahhoz a munkához, amely előnyt okoz a teremtőnek, és csak a teremtőre irányul. És ilyen módon neked egyetlen dolog, amire kérni kell az utat, hogy látni kezd. Ez azt jelenti, hogy amikor a Szent Sekina, az a szentség helye feltárul, akkor ez az a ház, amelyben a teremtő lakozni tud az életem napjai során. Az Úr háza az a Szent Sekina, és meg kell, hogy értsük azt, hogy mit a bölcseink mondtak erről, hogy ezt neked kell az első napjaitól magadra vonni, amely a gyakorlatilag a formegyezésre utal. Meg kell, hogy értsük, hogy milyen módon lehet eljutni annak az öröméhez, hogy formegyezésre jutunk. Erről mondva van, hogy az embernek meg kell szereznie a munkának a fontosságát, ami gyakorlatilag az egyén és a teremtő közötti viszony fontosságának tudható be. És ez azt jelenti, hogy az embernek éreznie kell a teremtőre való igényt, mivel a munka állapotában, hogy senki más nincs a világban, aki megmenthetné őt abból az állapotból, amiben van, csak kizárólag a teremtő. És amikor az ember látja, hogy nincs más rajta kívül, amely azt jelenti, hogy kizárólag a teremtő tudja megmenteni abból az állapotból, amiben van, és ebből az állapotból az ember mennyire nem tud megszökni. Ezt nevezzük úgy, hogy közeli kapcsolatba kell kerülni a teremtővel. Hogyha valaki tudja, hogy hogyan fogadja el ezt a kapcsolatot a teremtővel, azaz, hinnie kell abban, hogy a teremtővel való összetapadás megtörténik, azaz a minden gondolata a teremtőtől származik, azaz, hogy a teremtő segíteni akarja őt, különben az ember azt érezne, hogy elveszett. Azonban az, aki a személyes gondviselést el akarja nyerni, és látni akarja, hogy a teremtő tesz mindent, ahogy írva van, ő egyedül az, aki végrehajtja az összes cselekedetet, akkor ehhez természetes módon nem tud hozzáadni semmit, és minden egyes állapotban megjelenik az, hogy nincs más hely az imának, mint a teremtő segítségével való könyörgés, mert akkor látnia kell, hogy az ima nélkül, az imán kívül, ennek az imán, tehát ezen az imán kívül mindent a teremtő tesz. Ez világos, mondjam?
Más szóval, én mindenféle cselekedet végrehajtok, a csoportban, a terjesztésben, a tanulásban, minden lehetséges dolgot megcsinálok, megteszek mindent, amit csak tudok, hogy a korrekcióra vágyjak, el akarok jutni abba az állapotba, hogy valóban adakozni akarok, amire csak lehetséges. És valóban a reformáló fényt szeretném magamra vonni, a teremtőt. És ilyen módon megjelenik egy nyomás rajta, ahogy az Baal HaSulam mondja, hogy ez egy erőteljes kapcsolatot jelent az embernek a teremtővel. És pontosan, amikor az ember nem elégedett ezzel az állapotával, állandóan kérnie kell a teremtőt, hogy korrigálja őt, és ilyen módon ebben az állapotban jön létre az a kötelék, ami a legerősebb kötelék a teremtő és a teremtmény között. Hiszen az ember a saját húsából, a saját vágyainak a mélyéről érzi, mi történik, és amikor az ember megkapja a korrekciót, amiért könyörgött, akkor abban a mértékben valóban megadatik a kapcsolat a teremtővel, és akkor már nem kell kérni semmit a teremtőtől az embernek, hanem azt kell látnia, hogy valóban mindig kapcsolatban állnak egymással, és valóban a teremtő szervez mindent meg, tehát ilyen módon nekünk állandóan magunkon kell hordozni a teremtőnek az erejét, ahogy azt már mondtam korábban. Tehát más szóval, az ember egy olyan fajta állapotban van ezáltal, hogy magasabb szinten van, mint előtte, de a kapcsolat az gyengébb, mint előtte. Hogyan lehetséges ez? Nyilván úgy, hogy az alacsonyabb szinten erőteljesebb kapcsolatban volt a teremtővel, de ez nem nyilvánult meg magasabb szinten. Azaz, minden az ember hiányától függ. Folytassuk csak. Ezért ebben az időben nincs tere a jó, annak, hogy az ember képes legyen jó cselekedeteket végrehajtani, anélkül, hogy ne látná, hogy a teremtő tesz mindent. És ebben az állapotban nincs szükség a teremtő segítségére, és ilyen módon nincs kapcsolat sem a teremtővel, mert a teremtő csak annak a mértékre megfelelően fog feltárulni, amikor az ember érzi, hogy a teremtő nélkül elveszett. És ebből kifolyólag, amikor valakinek nincs kapcsolata a teremtővel, akkor ezt a munka során kell felépíteni. És erről mondva van, hogy ez hasonló az az emberhez, aki az élet és a halál között lebeg, és kérni kell a barátját, hogy mentse meg a haláltól. Hogyan kérheti valaki ezt egy barátjától, amikor azt kéri, és hogyan és milyen módon kell ezt megtenni, azt kéri az ember a barátjától, hogy kegyelemmel és megmentéssel imádkozzon a haláltól való megmenekülésért, és soha nem szabad megfeledkezni azt, hogy az ember a barátjáért kell, hogy imádkozzon, mert különben úgy kell megélnünk, hogy különben a barátunk elveszíti az életét. Azonban, aki a barátjának különböző luxus dolgokat kér, és nem azt, amire annyira szüksége van, azaz az ima, az nem az összetapadásban van, nyilvánul meg a barátjával, akkor nem tudja az ember az értelmében megkülönböztetni, hogy valójában mit kell kérni a teremtőtől a barátjának, és ilyen módon, ha nem életmentő a kérés, akkor az ima az nem lehet az adományozóval sem, nem irányolt az adományozóval való összetapadása sem. Ez azt jelenti, hogy az embernek éreznie kell, hogy amikor a teremtőt kéri, hogy mentse meg őt a haláltól, akkor tudnia kell, hogy a gonosz az, amelyik halálnak nevezhető az életemben, és ilyen módon ennek az embernek közeli kapcsolatba kell kerülni a teremtővel. Ebből a célból az igazaknak meg kell teremteni azt a helyet, ahol dolgozhatnak a teremtő segítségéért,
és ez az, ami különben elvesznek. És ez az, amire az igazak vágyódnak, az a munkának azt a helyét szeretnék megtalálni, ahol közeli kapcsolatba tudnak kerülni a teremtővel. Ez egy nagy problémám itt, mondja Rav, amikor a szentség, az ember érzi, hogy mintha láthatólag hiányzik valami. Tehát ez, amikor, amire szoktuk mondani, hogy az öreg ember állandóan kutat a földön, mintha elvesztett volna valami. Nyilván ez azt jelenti, hogy az embernek ugyanebben az állapotban kell lennie, tehát az embernek állandóan sóvárognia kell, hogy még több és több hiányt tudja megszerezni a teremtőre irányulva. És ezt követi, amikor a teremtő megadja a munkának a területét, az igaz ember boldoggá válik, és ezért mondjuk azt, hogy egyensúlyba kerül, mert ilyen módon hatalmas örömmel találja meg a munkának a területét, ahol dolgoznia kell, azaz most már megérzi, hogy szüksége van a teremtőnek annak érdekében, hogy a teremtőhöz is közelebb kerülhessen, és ez azt is jelenti egyben, hogy az ember nem kerülhet be a király palotájába, csak bizonyos célból. Mi a végső korrekció? Hogy nevezik a végső korrekciót, mondja? Tehát amikor megvan a képességem arra, hogy megkeressem, kutassam és megtaláljam azt a fajta kiegészítő hiány, ami kell ahhoz, hogy a teremtőhöz tudjak tapadni, mindenfajta határ nélkül, az, hogy tudjam magam korrigálni, de egy olyan módon, hogy én állandóan stabilizálni tudjam önmagam a teremtővel való kapcsolatban. Azért is, mert nyilván a vágy az nem áll meg, az állandóan növekszik, tehát a hiány az végtelen is lehet, végtelen erejű, csak úgy, mint a fény. És így tovább. Tehát nekem folyamatosan egyre jobban és jobban az én hiányomat kell megformálnom, és ez az én végső korrekciómhoz is szükségszerű, mert el kell érnem azt a pontot, ahol az összes hiányomat folyamatosan a teremtő stabilizálja, és új vágyat teremt rá, mivel az embernek meg kell újulni, és amikor megújul, akkor az előző állapotban minden eltűnik. Tehát nem az a lényeg, hogy te mennyire szereted a feleséget például, hanem arról a szeretetről van szó. Ezt a Cvikának mondja egyébként. Tehát, hogy a minden összezördülés mellett mennyire érted meg, hogy merre akar téged irányozni. Neked egy hiány kell, hogy megjelenjen a szeretetre. És az embereknek hozzá kell adni valamifajta fűszert az életükhöz, mindenféle ízeket, erre mondják azt, hogy én adtam a tórát, mint fűszert, mert különben íztelen lesz az életed. Tehát ugye ezért tudjuk, hogy a támim, az ízek a parcú feltárolásában nagyon fontosak, mert különben a fényeken keresztül megkapod az életnek az igaz ízét, különben a szinteknek a létrája, ugye, amin haladunk fölfele, az a mi képességünknek megfelelően épül, hogy mennyire vagyunk képesek a hiánynak az extra hiány megszerzésére, mert hogy a teremtő a teremtést a semmiből hozta létre, nekünk abban a pontban kell lennünk, ahol a végső korrekció valóban ezt a hiányt, amit a teremtő létrehozott, ez képes a teremtő fényére irányozni. Tehát ezáltal mi hálásak lettünk a teremtőnek, hogy hiányként teremtette meg a teremtést, hiszen különben nem éreznénk azt, ami bele van foglaltatva a fénybe. Nem éreznénk a valóságunkat, nem éreznénk az összetapadás szükségességét és erejét sem. Ez egy folyamatos összetapadás, amit el kell érnünk, amely állandóan áramlik és növekszik. Tehát tudnunk kell, hogy mit jelent a végső korrekció, mondja Rav Nessi. Hogyan lehet ezt elmagyarázni, hogy az imát azt az egyéni gondviselésért is kell tennünk? Tehát nyilván, ha végtelen hiányt akarok, akkor hol van itt az egyén? Hol van itt még itt az egyéni gondviselésnek az imája? Rav mondja, itt mindig az egyén emeli imát. Ez
nem kell, hogy túl sokat beszéljünk most erről, mondja, mert az egyének és a közösségnek a viszonya az elég értelmezhető a számunkra, tehát nekünk állandóan meg kell újítanunk ezt a kapcsolatot, és meg kell, hogy értsük, hogy mindenféle belső fejlődésnek kell megjelennie. Erán. Meg tudnánk ezt kicsit jobban tekinteni gyakorlatilasabb módon a napi szinten, mire kell megnyilvánulnia? Én mindig egy dologba kell, hogy befoglaltassam magam, mondja, de arra van szükségünk, hogy használni tudjuk a vágyat, a hiányt, aminélkül nincs teremtés, és ne akarjunk túl gyorsan megszabadulni a vágyunktól, hogyha megfelelően irányozzuk az edényeket és a vágyakat, amiben a valóságot érezzük, akkor fogjuk az új valóságot érezni. Tehát nem arról van szó, hogy a kapni akarást azt most ki kell rúgnunk egy bizonyos tempóval magunktól. Ugye ez az, ami a megszorított vágyakat jelenti. A munka sosem ér véget. Tehát minden azon múlik, csak hogy hogyan viszonyulunk ez a munkához. Ez egy végtelen feladat. Tehát nyilvánvalóan mit jelent az, hogy az ENSZOF-hoz viszonyulunk? Ez egyfajta hozzáállás jelent, hogy nekünk meg kell építenünk azt az edényt, amiben állandóan újra stabilizáljuk azt az állapotot, amiben a teremtő feltárulása felé közeledünk. És ez nyilvánvalóan egy tökéletes állapot felé vezet bennünket. Nincs más módja annak, hogy ezt a tökéletességet megpróbáljuk kiépíteni. Én nem tudom, hogy ennél többet mit mondhatnék még erről. Oké. Okay. Ez a jelentése annak, hogy mi magunkra vonunk téged, Uram, és ilyen módon a téged, ez egy nagyon fontos része a mondatnak, mivel valóban minden az Isten kezében van, kivéve az Isten félelmet. És más szavakkal a teremtő az, aki a fényben hatalmas bőséget foglaltatott bele, mivel ő maga a bőség. És ilyen módon még a sötétségben is, a halál helyén is, ő az, aki igazán uralja ezt a területet. És ezért mondjuk azt, hogy a félelem az Isten félelem az gyakorlatilag a halálban nyilvánulhat meg, mivel a halálnak a helye az, amit úgy hívunk, hogy a kapni akarás, és ez az, ami a munkának a területe. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy itt kell ellenállni a halál angyalának. És amikor a test feltesz a kérdést, mit jelent az te számodra, mit fogsz elérni ezáltal, hogy szolgáld az Istent? Nyilván a válasz az, hogy nekem föl kell emelkednem, a mennyei királyság terheit magára kell vonnom, úgy, ahogy az ökör az jármot magára vonja, vagy ahogy a szamár viszi a terheit. És ez a jelentése annak, hogy az ő akarata fog megvalósulni, azaz, hogy a munkában pontosan a teremtő akarata nyilvánul meg, az ő akaratát mondjuk magunkra, azaz nem a saját kapni akarásomnak a szükségességet akarom kielégíteni. És ilyen módon a teremtő egyfajta ragyogást ad felülről, ami az embert körülveszi, hasonlóan ahhoz, ahogy a gyertyát törülveszi a láng, a gyertya belett. És amikor valamilyen módon munkát végez, akkor csak a mennyei királyság tereit kell magára vonni, mégpedig olyan módon, ahogy az ökör vagy a szamár magára veszi a terheit, és ahogy írva van, hogy ez az, amikor az Úr szereti az igazságot és gyűlöli a gonoszt. És ez is jelenti, hogy az Isten szeretete az kiterjed azon a helyen, ahol a gonosz van. És akkor az ember, mondja Rav, stabilizálja magában ezt a hiányt, ami azt jelenti, hogy minden rossz állapotban, ami történik, amit előtte érezte, hogy csak a problémákat hordozza, és az embernek ezek a helyek is azért jelennek meg, hogy itt is meg tudja tartani önmagát. Tehát meg kell, hogy értsük, mondja, hogy ez a szakadék, ami föltár az ember számára, az végül is jó, mivel ezáltal az emberben megindul egy vágyódás. Miről szól ez a vágyódás? Hogy
hogy az embernek ebben a vágyódásban valóban, pontosan az, amit le van írva, a teremtőnek az egyeduralma fedezhető majd fel. Az olam hafuch raiti. A 19-es levelet keresték, Niv és Janiv, tehát ami csak az erőfeszítése és a vágyódással lehet áthidalni a teremtő és a teremtmény közötti hatalmas szakadékot. Hogy lehet érezni a félelmet és a vágyódást egyszerre? Tehát amikor az edény üres, ezért kell a vágyódást megérezni, és amit elkezdem magam korrigálni, akkor nyilvánvalóan megjelenik a félelem, amely szükséges a helyes irányultsághoz. És nyilvánvalóan ebből meg kell értenünk, hogy ezt a kettőt hogy lehet összeházasítani, a félelmet és a vágyódást. Na, olvassak el ezt még egyszer. Amely, ez olyan, mint egy asszony, aki beleesik a saját szépségének a csodájába, és nem ismeri föl, hogy a szépséget egy áldásból kapta a teremtőtől. Azaz, mondja Rab, nem azért érzi a csodát, mert elérte a jóságot, hanem ugye ez, amikor a számvezetésben van a szentség, akkor látjuk valaminek a csúnyaságát. Amikor megértjük a szépségét valaminek, akkor feltárul. Tehát nyilván az, amikor valaki csúnyának látja magát, akkor a törött edényeink keresztül vizsgálja önmagát. Azaz, a felkészülés idején a csoda és a szépség az a teljességből származó módon éri el a világot. Bár a korrekció ideje alatt, amikor a földet kitölti az Úr ismerete, akkor egy másik, egy ellentétes világot fogunk felfedezni, és csak a félelem és a vágyódás együtt, amelynek a legfontosabb része a vágyódás, adja meg majd a helyes törekvést erre, és ez az, amikor az embernek ez az, amit az embernek a felkészülés idejében meg kell értenie. Ez az alapja, mondja Rav. Ennek a viszonynak, hogy mit kell elfogadnom a teremtő munkájából, az emberekből, nem csak, hogy egy külső formában, hanem egy szinten, ami egyfajta belső oktatást is jelent. Na, Moti fog kérdezni, Moti Mór, már látom, hogy megy a mikrofoné. Az utolsó mondat, tehát ahhoz kapcsolódóan, amit ön mondott, hogy van ez a hiány, aminek a következményeképpen a teremtő megjelenhet, ez az alapvető munkák, ennek a megszerzése. Ha te egyetértesz azzal, hogy te mindig ugyanabban a hiányban maradj, nyilván ez azt is jelenti, hogy megszerezsz ez egy szintet, ahol megérted, hogy hol tárul fel a igazából az a hiány, és hogyan kell a teremtőhöz fordulni. Ez azt jelenti, hogy neked alapvetően adakozásban kell lenned, és ilyen módon kitöltést kell szerezned, és fenn kell tartanod a saját hiányodat a teremtő irányába. Mi akkor ez a szint, ami itt megnyilvánul? Nyilván ez egyre nagyobb hiányt kell szerezned, és egyre jobban a teremtőnek kell irányulnod. Nyilván a teremtés nevében. Tehát neked ebben az állapotban kell maradnod, és meg kell érezned legalább kicsi mértékben, hogy épül fel a spiritualitás. Igen, az azt jelenti, hogy minden alkalommal nekem éreznem kell a fájdalmon keresztül, hogy mi a teremtő. Tehát egy belső hangot kell hallani, ami azt mondja neked, hogy legyél kicsit türelmesebb, és fordulj a teremtő felé. Tehát hogyan tudom kombinálni ezt a fajta minőséget, karakterisztikát, hogy van ez a hatalmas hiány, ami egy óriási lángolással megjelenik, és közben kell a türelem. Hogyan lehet ezt a két dolgot összekombinálni? Hogyan lehet dolgozni a két szélsőségben? Hogy kell egy türelem, másrészt pedig van az a hatalmas lángoló vágy, hogy már most akarom, itt és most. Rav. Erre van azt mondva, hogy a szeretet lefed minden bűnt. Az az érzés, hogy
hogy neked a folyamatos vágyodásból kell felépíteni a teremtővel kapcsolatodat, hogy neked itt kell felismerned, és ezen a módon kell felismerned, és kifejezned a szeretetedet, ez az, ami majd az öröm felé elvisz téged. Rabba sokat ír erről egy cikkében. És Rabas írja azt, hogyha valakinek nincsen vágya az, arra, hogy egyen például, nincs étvágya, akkor nem tud előadni az evésben. Tehát az embernek mindig kell egy kis étvágy. Tehát amikor a szeretet, ugye fizikai szeretet, a fizikai világ szeretetéről beszéljünk most, egyfajta irányultsággal megjelenik. Mert mit jelent a szeretet? A vágyat jelenti. És mert az emberek ugye szeretnek, házasodnak, elválnak. A mi munkánk azonban pontosan abban nyilvánul meg, hogy hogyan tudjuk fenntartani azt a fajta hiányt, aminek az eredményeképpen megjelenik az állandó szeretet. Tehát, hogy mindig valamilyen módon tudatos szeretetben tudjunk lennünk, és ezt így kell megjeleznünk. Tehát, hogy hogyan érezhetjük, hogy a teremtő bennem van, és valóban felém adakozik. A mi esetünkben ez viszonylag egyszerű. Tehát én eszek, élvezem ezt a kaját egész addig, amíg ugye ez még nem spirituális, hogyha mi azt látjuk, hogy tehát hogyan lehetséges az, hogy én valóban egy spirituális állapotba jussak, ami szinte egy végtelen erőt ad, és állandóan fenntart engem. Hogy lehet ezt megérteni, hogy mi a spirituális edény? Hogy mi a három vonalnak a szerepe? A bal vonal az mindig létezik, és én mindig használom, és a jobb vonal által pedig én el tudok jutni az adakozásba, hiszen a jobb és a bal vonal nélkül én nem tudok adakozni sem. Tehát hogyan lehetséges az, hogy én ezt a hiányt, ami felmerül bennem, amely a bal vonalról származik, hogyan tudom olyan hiányba fordítani, hogy az mindig az én lerakatom legyen, mindig ott legyen, mintha raktárba tenném, és mindig engem szolgáljon a teremtő irányába. Ez még nagyon fontos. Tehát így lehet felépíteni a spirituális edény. Tehát ha csak hirtelen felindulásból jön egy ütés, egy hiánynak az ütése, akkor nem jutok elő sehova. Tehát nekem állandóan vágyni kell, állandóan sóvárognom kell. És állandóan túl kell tudnom lépni ezen, és a hiányt állandóan fenn kell tudnom tartani, hogy a teremtő irányába tudjak haladni. Tehát nekünk folyamatosan a hiányon kell aggódnunk, és mindeközben kitöltésén kell imádkoznunk. Tehát még nem ismertük fel, hogy a helyes hiány az, amelyikből a kitöltés születik. Hát a mi oldalunkról csak ezt tudjuk felkínálni, nekünk csak hiányunk van. Na de mi ebben a hiba akkor? Amikor én a szeretet fele fordulok, akkor, tehát amikor a szeretetre vágyódom a hiányommal, akkor már kitöltésben is vagyok félig meddig. Hát Cika nem ért egyet ezzel, természetesen. Nem, hát itt azt mondja Cvika, hogy a boldogok nagyon boldogok az igazak, amelyek megkapják a munkaterületet. Tehát mi akkor a különbség a megszerzés az adakozás között, amikor csak a területét kapom? Nincs itt meg kapni akarás, nincs megszerzés. Itt a megszerzés bölcseletéről van szó. Nincs megszerzés. Te csak megszerzni tudsz, tulajdonképpen nincs semmilyen más megkülönbözés. És hidd el nekem, hogy jobb is, hogyha nem a megszerzése eredeszed, és nem kapcsolod össze ezt a megszerzésre, mert különben képtelen leszel a szeretethez belépni. Ezért maradj csak szépen a megszorításban, és ahogy a szűrőt kapod, majd feltárul, hogy tudsz megszerezni. Oké, ezt értem. Tehát igen, de ők azt mondják, hogy az igazak boldogok azzal a hiánnyal, ami a teremtő feltárásra irányul. Igen, mert a hozzáállás az, ami megváltozik. Oké, de akkor mi ez a pont?
hogy megkapom a munkának a területét. Mit jelent ez? Tehát milyen munkát kapok, ha nem az adakozásnak munkáját? Rav, neked úgy kell önmagadra tekintened, hogy hogy tudod a vágyadást növelni állandóan, a teremtőrény a vágyadást. Oké, tehát akkor mondjuk ezt a következőt. Tehát mielőtt én elkezdenék adakozni, én mindig problémában vagyok benne. Így van, tehát te folyamatosan nyomás alá vagy helyezve, igen, te valóban bajban vagy, mert nem tudsz az egót fölé emelkedni, ez így igaz. Tehát a helyes munka az, hogy tehát egy új edényekre vágysz, és nem az egód által uralt edényekbe próbál ezt elérni. Tehát te arra kezdesz el vágyni, hogy ezekben az új edényekben kap kitöltést. És ki az, aki ezt meg tudja tenni? Kihez kell sóvárognod? A teremtő. És ilyen módon kell elérned azt, hogy teljes egészében a vágyódás megmaradjon benned. Oké, csodálatos. Tehát miután átmegyünk a maximumon, ezt kell érnünk. De én nem értem pontosan, hogy melyik az a munkaterület, amiről beszélünk. Tehát milyen munkaterületen dolgozunk, mielőtt áthatolnánk a maximum. Ez a csoport, semmi más. Ez az egy munkaterületet. Különben összezavarodsz, nem tudod, hogy mit kell tenned egyáltalán. Tehát neked a csoport a munkaterületed, nem kell keresni semmi mást. Csak amikor te folyamatosan kapcsolatban vagy a barátaiddal, és látod, hogy hogy vagy összekapcsolódva a teremtővel, tehát neked a teljes munkád az kizárólag a tehát hogyan lehet a felső erőt feltárni, és amikor készen állsz arra, hogy ez megtörténjen, tehát csak a vágyódás az, amelyik a fontosságot megadja. Tehát lehetetlen más formában elvégezni a spirituális munkát. És hogyha te képes vagy Adam Harishont és a többit felfedezni magadban, Rabbi Akiva és Rabbi Simon, és ahogy ez le van írva, tehát látotok kell, ez egyszerűen, és szinte teljes egészében a csoporttal kapcsolatban tárható csak fel. És tehát nyilvánvalóan a vaskosságnak megfelelően az embernek tudnia kell, hogy tud összekapcsolódni, és ez az egyetlen dolog, ahogy ez működik. Tehát ha nem látjátok azt az érzéki különbözetet, ahogy össze kell kapcsolódnotok egymással, akkor elveszítetek valamit. Tehát amikor tehát ő már mesélt arról, hogy hogyan lehet a táncot, Rabas elmondta, hogy a táncot hogy kell felhasználni, hogy az ember kitáncoljon ebből a régi állapotba, és áttáncoljon egy másik állapotba. Tehát hogy történhet mindez meg? Igen, így magától soha nem történt meg. Tehát tehát Simon, ugye a piaci Simon, ugye, ahogy ezt tanultuk, ez az a fajta szint, ahol megértette lesz, hogy a teremtőre való vágyadás kiépített. Oké, okay. Kérdés, nagypapa. Tehát ugye Rabas írta azt Rosh Hashanakor, hogy
hogy az eső az, tehát, hogy milyen, hogy lehet egy, hogy a legjobb spirituális állapot az, tehát nyilvánvalóan ez a zuhanás, ami azáltal jön, hogy az ember a saját helyről lezuhan egy alacsonyabb szintre, nyilvánvalóan ehhez kell a csoport, hogy tehát hogyan kell szintepetálni, amit Rabas írt, hogy a megfelelő helyen kell lennem a megfelelő pillanatban. Tehát neked felülről kell, hogy kapj valamit. Tehát ez, ami téged meg fog zavarni. Tehát az a lényeg, hogy én tehát megyük ezt a példát, valaki állandóan elkésik a leckéről, nem vesz részt a terjesztésben. Ez egy zuhanás. Tehát nekem még felébresztésre van szükségem. Tehát ugye nekem ellen kell állnom ezeknek a nehézségeknek, amik megjelennek, a lustaságnak. Kell egy hozzáadás ahhoz, hogy én ki tudjak törni ebből az érzésből, és akkor ezen keresztül felfedezhetem, hogy egy rossz állapotban vagyok, és ennek valóban az kell, ennek valóban örülni lehet, ha ezt felfedezem. Mert ugye ezt tanultuk a Rabas cikkből, hogy az eső rossz helyen esik. Tehát nem ott esik, a strandon esik, és nem a mezőgazdasági területen. Ez azt jelenti, tehát a hokma nem a megfelelő helyen tárolt föl, és akkor én egy rossz állapotban vagyok. Rossz helyen vagyok. Tehát ez nagyon természetesen aminek történnie kell. Tehát az embernek a saját szintjének megfelelően kell értelmezni azt, ami történik vele. Tehát ön korábban beszélt arról, hogy a hiányt kell megragadnunk. Hogy tudjuk fenntartani ezt a hiányt? Tehát van egy belső nyomás, ami a hiányból származik. Hogyan lehet ezt elviselni és fenntartani? Neked nem kell a vágyat fenntartani. Neked a sóvárgás kell a vágyon keresztül fel. Oké, de hogyan? A csoport által. Oké, na de itt is most kell kérnem a fiúkat, a csoportot? Tehát kérnem kell, hogy ezt a hiányt adják meg nekem? Igen, ez így van. Tehát itt kell egy hatalmas hiány. Tehát nektek ezt a hiányt kell igazolni. Még akkor is álmos vagy, akkor is érezned kell, hogy ha nem vagy itt, akkor kárt okozol. Jó, köszönöm. Ha ugyanazt olvassuk, bocsánat. Ez azt jelenti, hogy az Isten szeretete az kizárólag a gonoszság helyén áradhat ki, más szabakkal, abban a mértékben, amennyire valaki gyűlöli a gonoszt, kaphatja meg azokat az ellenálló erőket, amelyel elérheti a teljességét a célérzékelésének, és amelyben kiterjedhet az Isten irányuló szeretete. Azonban valaki nem érzi ezt a fajta gonoszt, akkor nem tud hálásnak lenni az Istennek se, és ez az oka annak, hogy nincs szüksége sem az Istenre, mert meg van elégedve a valamilyen van a munkában. És ahogy már mondtuk, hogy valakinek nem a haragot kell éreznie, amikor dolgozik a kapnyakarás irányába, hanem ellen kell állnia annak, amit ez a gonoszság jelent az ő számára, és természetes módon nem szabad, hogy még jobban kielégítse a kapni akarását, hanem egyszerűen nem a test extra hiányit kell kielégítenie, hanem azt kell gondolnia, hogy ez nem az valódi ember irányába viszi előtt, és ilyen módon a munkájával a tórára és a parancsolatokra kell irányuljon. Azonban valakinek hinnie kell abban is,
hogy a kapnyakarásnak az ellenállásával, tehát ellenáll a kapnyakarásának, teremti meg azt a munkaterületet, amivel az Istenért tud dolgozni. És ilyen módon meg kell kapni, fel kell fedezni az erőt, amivel a kapnyakarás fölé tud emelkedni, és ez teremt helyet arra, hogy valóban felébredést kapjon az adni akarás irányába. És ilyen módon kell valakinek közelebbi kapcsolatba jutnia a teremtővel, hogy teremtő segítsen a kapni akarást olyan mértékben változtatni, hogy az adni akarás felé irányuláson, és hinnie kell abban az embernek, hogy amilyen mértékben örömet okoz a teremtőnek, ez azzal arányos, hogy imádkozik a teremtőhöz, hogy ő vonja közelebb magához őt, a dvekut, azaz az összetapadás irányába, amelyet úgy hívunk, hogy formaegyezés, amely úgy tekinthető, hogy valaki képes lenullázni a saját kapni akarását, annak érdekében, hogy adakozásra használja. És erről mondva van, a teremtő mondja, hogy a fiaim legyőztek engem, ami pontosan azt jelenti, hogy a kapni akarást az ember kért és képes adni az adományozásra felhasználni a kapni akarását. Na, akkor a nők részéről van valamilyen kérdés? Nincs? Nincs kérdés. Igen, mégiscsak van. De ha az egy fiú kérdez. Én szeretnék valamit újra szervezni magamban. Ez van egy kérdésem. Tehát annak érdekében, hogy megszerezem a hiányt. Ezzel a hiánnyal, amit én megszerzek, azt hozzá kell adnom a saját hiányomhoz. De hogyan? Hát hogyan tudnád tőlük bárkitől hiányt venni, nem vagy belefoglaltatva? Oké. De nyilván hogyan kell adoptálnom az ő vágyahoz magamat? Hogyan kell hozzáigazítanom magam? Na de akkor vágynom kell a kapcsolatra, vagy a... Nem tudom mire... Hát neked rá kell jönnöd, hogy hogyan tudod ezt a fajta dolgot kiteljesíteni. Oké, tehát akkor mondjuk nekem kérnem kell, hogy erre irányozza magam. Tehát... Igen. Tehát egyfelől nekem... be kell vonnom a saját vágyamat. Tehát hogyan kell akkor a barátaimtól kérni? Hát, ha nem vagy belefoglalva az ő hiányokba, hogy tudsz kérni. De mondjuk én bele vagyok. Oké. Akkor kérd. Tehát ha tudod, hogy tudnak neked segíteni, mit tudnak tenni, érted, akkor neked kérned kell a teremtőt, hogy segítsen. Ennyi. Hogy bele tudj foglalkozni a vágyba. Tehát nyilván értük kell először imádkoznod, és aki a barátjára imádkozik, kap először. Ezt tanuljuk, ugye? Tehát az, aki fölemeli a mant, és a man az keresztül hatol mindenen, és először ezért kezdik vissza hozzád. Mit kapsz ebből a manból, amikor növeld a szintet, egyre magasabbra jutsz ezzel a szinttel, és gondoskodni tudsz a barátodról. Oké, az előző leckében azt tanultuk, hogy... ahogy a teremtő és az én hiányom hogy kell, hogy összefonódjon, hogy az én kérésem, a terem... Nem, magadnak soha nem kér semmit, soha. Tehát nekem meg kell legyen a vágyam, de világos kell legyen a számomra, hogy ez a vágy, amit én a teremtőlő fordítok, ez pontosan abban nyilvánul meg, hogy az én még teljesebbé akarom tenni, tehát az én vágyamat bele kell integrálni másokba. Nekem nincs meg a lehetőségem, hogy magamnak kérjek, és minden korrekciót azok között kell elosztanom, akik olyanok, mint én. Tehát hogyan tudnék én magamnak kérni? Én... Ő nem törött meg, ő se törött. Az összes törés az köztünk, a köztünk lévő kapcsolatban van, akkor mit kell kérnem? Nekem mindig a kapcsolatot kell kérnem, hogy a törés kikorrigálódjon. Ezt nevezzük úgy, hogy ez saját imám. Ezért írták le a kabbalisták, hogy teljesen világosan, hogy mindent a csoportban kell megnyilvánítani. És nekem mások hucmize, ez a noszeher. Tehát van valami más téma is itt? Hát
Látom, hogy nagyon fáradtak vagytok, magyarabb. Akkor kicsit beszéljünk a terjesztésről, ki fog erről beszélni, hogy hol tartunk most. Ki az, aki most Eilatból jött haza? Tehát... Tehát hol van Elán? Hol van Dávid? Na, tehát akkor gyere és mondd el, hogy mi történik, de a lényegről beszélj. Né, látjátok, hogy milyen alázatot hoz ki az emberekből, nem akar beszélni senki most már erről, ami történik ott. Nagyon erőteljes dolog történik ott, én mindenkinek azt ajánlom, hogy menjen el oda. Ott gyakorlatilag 24 órában fantasztikus dolgok történnek, tehát először van 2 óra reggeli lecke, aztán osztjuk a könyveket, aztán újra eszünk együtt, aztán workshopot tartunk együtt a barátokkal, mielőtt kimennénk a munkaterületre. A körülbelül 15 kört szoktunk szervezni, 100-150 ember vesz részt egyszerre, ezt 6-szor forgatjuk meg egy nap. Tehát körülbelül 600 ember tudunk elérni egyszer, és szó nincs arra, amit elérünk. Hogyan változnak a körök? Általában óránként forgatjuk meg a köröket. Tehát minden körnek van egy házigazdája. Oké, és akkor hogy állítod föl őket? Hát nem könnyű, ez a helyzet a legnehezebb, az embereket lecserél a másik 10 emberre. Tehát beszéljetek a mikrofonba, mondjátok el, hogy mi történik. Tehát kb. Egy óra egy körnek a működése. Ez elegendő, mondjára. Tehát megtalálja mennyországotok egy órát eltölt a mi köreinkben, oké, mondjára. Egyébként fantasztikus képek vannak az interneten erről. Tehát ami nagyon érdekes, hogy tehát mi meg sem említjük azt, hogy Dr. Lightman tehát már nincsen limitáció, elmondjuk, hogy mi kabbalisták vagyunk, önre is hivatkozhatunk nyugodtan. Tehát mi már a kabbalának az üzenetét adjuk át Izraelnek, már nem beszélünk mellé. Oké, tehát a de hát, tehát nem nézi több ember a csatornát, most sem. Honnan tudják ők, hogy kik vagyunk? Nem, hát amikor megemlítjük önt, akkor általában mindig van ott egy-két ember, aki nézi a csatornát. A 66-os csatornát azért mondta, hogy mindenki ismeri. De sokan megismerik Dudi Aharonit is, hogy hát magát lándon látjuk, hogy ott ül a terembe. Oké, mondja. Ugye 6-6 mindenki ezt mondja, mint a gyerekek, ugye? Tehát ezek a köröket ki lehet üríteni gyorsan és le lehet cserélni új emberekre. Hogy csináljátok ezt? Igen, mikor befejezzük a kört, akkor adunk nekik egy kis könyvecskét, megöleljük őket, és aztán 2 perc alatt lecseréljük az embereket új körre. Mi történik utána? Mit gondoltok, mi lenne a legjobb? Hogy akarnák ők folytatni ezt, azok az emberek, akik már egyszer beültek Eilatba a körökbe? Tehát nagyon sok ember, amikor megkérdezik, hogy mit akar a körök után, akkor azt mondja, hogy ezt szeretné használni, ezt a kört, hogy leülni és beszélgetni. Tehát mindenki szeretné ezt folytatni. Nem volt ott olyan ember, aki nem akarta. Tehát még egy iskola igazgató is volt, aki azt mondta, hogy ezt a kört folytatni fogja az iskolába. Tehát az emberek egyszerűen akarják ezt a módszert, folytatni akarják. Tehát
szeretnék érezni azt, hogy valami ebben az országban megváltozon ezáltal. Lior. Tehát a kérdés, a kalapján, amit ők mondtak, az én benyomásaim alapján, természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy ők, hogy ezt a fajta dolgot, ami ott megjelent, hogy amit magatok mondni, azt tudják folytatni. Tehát nyilván ez egy spirituális, a spirituális fény magukra vonása volt, és ezt valamilyen módon szeretnék ezt folytatni, szeretnének online-ba lenni ezzel. De nyilván, hogy ne kérjen, ne követeljen tőlük ezt túl sok erőfeszítést, tehát, hogy tovább tudjuk emelni őket, és hogy valahol elkezdjenek tanulni, kurdushoz kapcsolni őket, ahhoz nekünk ki kell találnunk ezeket a könnyed tanfolyamokat. Oké, tehát az emberek akarják. Hogy ne akarnák, mondja Lior. Tehát még egyszer, újra és újra elismételjük ezt. Egyszerűen nem tudom eléggé elmondani, hogy Izrael mennyire visszatérnek a kabala bölcsönetének a szeretetéhez. Tehát világos, hogy ez kabala. Mindenki ért, hogy kabalát tanítunk. És ez természetes lesz a számukra, hogy valóban teljes meleg szívvel érezhetik, hogy mi történik, és valóban ez egy belső robbanást fog okozni. Tehát nagyon sok ember látja, hogy mi történik. Tehát nagyon sok ezer ember felismerte már, hogy tehát tényleg ezer és ezer ember. Tehát egész Izraelben most elkezdtek kimenni a csoportjaink, és mindenhol megkezdtük ezt nyomni. Tehát egyszerűen sokkoló, ami most történik. Valóban hatalmas kár lenne, hogyha nem folytatnánk ezt egész Izraelben. És nem kezdenénk az emberekkel valamit. Oké, ezért kérdezem. A televízió és internet. Ez az én benyomásom. Ezt kell folytatni, mondja Lior. Tehát folytatnunk kell, törni kell a fejünket azon, hogy hogyan tudjuk ezt, hogyan tudjuk tovább nyomni a gombot. Tehát egyszerűen kell mondani, hogyha akarjátok újra ezt az érzést, akkor gyertek ide, és tanuljatok velünk valamit, valamennyit. Tehát ilyen módon nekünk az embereket még jobban be kell vonni ebbe a folyamatba. Kell még találkozó. És nyilvánvalóan itt látni kell, hogy nem egy állandósult vágyuk van erre, de ez a vágyuk mégis megvan. Nem, valóban akkor hamarosan kell egy találkozót tartanunk, és megbeszélünk, hogy mit tegyünk, magyarra. Hát a fiatalok is ott járnak, azt mondja, magyarra. Én is voltam Eilatban valóban. Á, voltál Eilatban? Persze. Te voltál Eilatban? Voltál vagy nem voltál, kérdezőre? Ő még nem volt, ő csak lesz, igen. Én voltam Eilatban, de arra kérdezve, amit ön mondott, most egy másik srác válaszol, nem a legfiatalabb. Tehát nyilvánvalóan kell egy mobil applikáció, amire le tudják tölteni az emberek a mobiltelefonjukra, és kapcsolatba tudnak kerülni velünk, hogy ez egyszerű legyen. De megkaptak a kis könyvecskét, nem? Igen. Nagyon egyszerű módja, hogy letöltsenek egy applikációt, és nekünk megvannak már az adataik az embereknek, de hogy nekünk kell egy applikációt kifejleszteni a mobiltelefonokra, ami egyszerű tartalmakat tud közvetíteni. Tehát mi ez az applikáció? Mire gondoltok? Az más legyen, mint amit eddig mi alkalmaztunk? Hogy mire gondoltok? Bárki, aki a körökben eddig megfordult, főleg a fiatal emberek mindig telefonnal jöttek, és mindig ez volt, meg volt az a kapcsolat, amikor tehát egy csomóan telefonnal járkálnak, és akkor tették le a telefonjukat, amikor összekapcsolok az emberekkel.
Tehát a kiskönyveket elrakták az emberek, amiket osztogattunk, a könyvecskéket. De nagyon sok ember ott is hagyta, utána elolvasta és ott hagyta. Tehát azt gondolom, nagyon kis százaléka vitte el magával, és olvasta el. Én azt gondolom, hogy a srác. Tehát én a fiatalemberekről beszélek, nagyon sok fiatalember volt, akik folyamatosan a telefonjukkal foglalkoznak. Ezért gondoltam azt, hogy ezt a helyzetet ki kell használni. Legyen egy jó applikáció, amit sok ember letölt, és ez az applikáció segíthet tartalmakat fenntartani minden pillanatban. Tehát nyilván vannak emberek, akik még miközben utaznak, jönnek, mennek, akkor is használják a telefon. Mert amikor nem velük voltak, mindig a telefonon lógtak. Oké, akkor tegyük meg, mondjam. Néhány dolog, ami valóban benyomást gyakorolt rám, tehát amikor átadtuk az anyagot a köröknek, amit azonnal, tehát ők el akarták venni tőlünk, amit adtunk. Nyilvánvalóan ezeken az anyagokon mentünk keresztül, ezt mindig elmondtuk. A másik pedig az, hogy mindig kérdeztek részleteket, tehát hogy maradjunk kapcsolatban egymással. Tehát nagyon sok fiatal volt, aki összekapcsolódott velünk, és hát mit csinálják ezek a fiatalok Eilatban? Hát a hadseregben voltak, a tinédzserek, akik lógnak a tengerparton, oké, mondjuk. Tele voltak a sörözők, hát egész Eilat az nem más, mint egy nagy strand. Hát én már jó néhány éve nem voltam ott, mondjuk. Az emberek akkor inkább az a volt a Eilat, ami azzal a korral, ami én vagyok. De most már az olyan korúak, mint én vagyok, mondjam, a hol tengerpartjára mennek. Nem, az embereket már nem bántja, hogy a kabala bölcsességéről beszélünk, tehát az emberek erre készen állnak. Tehát én azt gondoltam, hogy sokkal egy problémánk lesz azzal, hogy kifejtjük a kabala bölcsességét. Hát azért, mert a fiatal generáció jelentett meg. A televízió és az internet keresztül fogalma sincs, hogy olyan tudjuk ezt megszólítani az embereket. Azonban az, hogy ez a tapasztalat, ez lehet, hogy sokat nagyobbat kell harcolni. Nekünk ilyen mintaköröket kell szerveznünk, és azokat kell közvetíteni az interneten. Tehát hogy lássák az emberek ezt a belső nyomást, hogy az emberek mennyire képesek, vagy nem képesek, mennyire nehéz, vagy nem nehéz nekik ide belekerülni ebbe, hogyan tudnak valami személyes érintettséget megélni. Tehát arra van szükségünk, mondjára, hogy ebben a körben valami fajta megnyilvánulást tudjunk tenni. Nagyon nehéz látni, hogy hogyan lehet személyesen megtapasztalni, mint ami történik. Egy másik dolog, amikor a felnőtt lakosságról beszélünk, akkor ugye már könnyebb beszélni a társadalom problémáiról, tehát emberekről, akik elhagyják Izraelt. Tehát minden egyes pillanatban, amikor az emberekhez beszélünk, akkor elmondjuk, meg tudjuk beszélni, hogy milyen problémákkal küszködik az izraeli társadalom. Vlad, az orvos. A mi körünkben nagyon sok fiatal ember volt, van. 14, tehát még a gyerek is ott voltak, tehát 14-től 17 éves korig ültettünk le gyerekeket, és nagyon érdekes volt látni, hogy ők hogy beszéltek a szeres felebarátod, mint önmagad parancsolatáról. És nagyon sok barát volt, aki tehát akik Eilatban laknak, és ők is mondták, hogy valami más történt itt, mert az emberekben megfordult valami, és hogy nagyon jó ötlet volt az ünnepek alatt idejönni, és nekünk egy nagy kongresszus is lehet, hogy érdemes lenne tartani valahol ez ügyben.
akik ezeket a köröket végigülték. Tehát a fiatal emberekkel kapcsolatban nagyon sok munkát kell végezni, és én azt éreztem, hogy amit igazából a személyes tapasztalat, amit a fiatalok is keresnek, tehát amikor kivezetjük abból a pontból, amikor elkezdik egymást érezni, akkor valami történik a fiatalokkal. Lehetséges, hogy a mobil applikációt, amit kidolgozunk, az fontos, mert ezen keresztül valami videokonferenciát tudnánk szervezni nekik, hogy ami még több embert összekapcsol, és valóban állandóan tudnunk bele. Tehát nekik a tapasztalat, nekik a kapcsolat megtapasztalására van szükség. Nem passzív kapcsolatra, tehát jó az, hogyha passzív módon olvasnivalót küldünk nekik, de a lényeg az, hogy az aktív kapcsolatot tapasztalják meg. Na, akkor mit tegyünk? Kinek van a kezében mindez? Meg kell próbálni fejleszteni egy virtuális képességet, hogy találkozzunk virtuálisan is, és hogy láthassuk egymást, és hogy valóban eseményeket is tudjunk tartani, ahol meghívjuk egymást. Tehát akár Jeruzsálemben, akár máshol, ugye a fiatal emberek el fognak jönni, hogyha jól szólítjuk meg őket. Ők keresik ezt a dolgot, ha egy kis zenét is hozzárakunk, lesz egy kis, még egy kis kiegészítő, mivel az érzelmeket meg tudjuk ragadni, eljönnek. Rav. Tehát, hogy minden este más és más helyen szervezünk egy ilyen kerekasztal sorozatot, akkor ez sikeres lehet. És ez legyen akkor a központja a terjesztésnek. Amit Shalev és az ő csoportja, ugye ők végigjárták az országot, és mindenütt megpróbálták ezeket, mindenütt meg lehet ezt szervezni. Tehát nekünk egy virtuális teret kell nyitni arra, ahol az emberek elkezdhetnek kommunikálni egymással. Amikor a tapasztalatokat megosztatják, tehát amikor én Tiberiusban voltam, vagy Askelotból, ugyanezt tapasztaltam, hogy az emberek nagyon szeretnék megosztani egymással a tapasztalataikat. Neszi, nekünk a tízes körökre van szükségünk, tehát hogy azokat az embereket, ha meglátjuk, hogy kik akarják folytatni, akkor nyilvánvalóan egy tízes körökbe kell őket szervezni. Egy felkészülést kell tenni, szervezni, hogy mi a tízes köröknek az ereje, mit tudunk tenni egymással. Igazából az emberek, akik készen állnak erre, nyilván az embereknek készen kell állnia, hogy mindenki lássa, hogy a különleges sugárzás kell a tízes körökről szerveznünk, és egész Izraelt egyetlen hatalmas asztalhoz kell leültetni. Ámen, mondja Rav. Na, még több benyomást. Az én esetemben, én Eilatban, milyen körökről beszélsz te? Tehát Eilatból, oké. Azonban mindenkinek meg kell értenie, hogy a kabala bölcsességéből valóban van jó dolog árad. Kivéve a vallásos embereket, ezeket nehezebb meggyőzni. A vallásosok nem is akarják ezt beengedni. Nem, bár nézik egyébként a 66-os csatornát, nagyon sok ember, én szinte csak fiatal emberekkel voltam együtt, 18 évesek, vagy közvetlen a hadseregbe bevonult emberek, vagy akik éppen leszereltek. Tehát Eilat, tehát nyilván rögtön két ember megjött, rögtön elkezdtünk beszélgetni, de nem bátunk mindig, hogy 10 ember legyen. Tehát
Tehát nagyon sok új emberrel találkoztunk, akik valóban búvárkodni jöttek oda, a rögtön a hadsereg után, és ők azt mondták, hogy oké, ők megértettek rögtön, hogy mi a dolognak a lényeg az összekapcsolódásnak. Én mondtam, hogy ez kabala. És akkor hogy lehet ezt a mobiltelefonon megkeresni? Az igazság az, hogy mondtam, hogy van a 66 csatorna a mobilon is, de nyilván akkor van weboldal, megmutattuk, tehát alapvetően azt kell látni, hogy ez az igény valóban megvan az emberekben, hogy a mobiltelefonos applikációkon keresztül is kapcsolat tudjanak hozzánk. Tehát látnunk kell, hogy van egy csomó ember, akik be akarják kérdezni az önbizalmat, a biztonságot, és mindenki a saját érzésvilágnak megfelel akar ezzel azonosulni, tehát el kell jutni oda, hogy a kabala bölcsesség által legyen impresszionálva, tehát nyilvánvalóan nekünk meg kell adnunk azt, hogy Izraelnek mi a szerepe, hogy ez hogy terjed szét mindenütt, és hogy valóban minden... Tehát nyilvánvalóan a többség az, hogy él meg bizonyos dolgokat. Van, aki azt mondja, hogy nem tudunk Izrael szerepére sokat, de a végén egyetértetek azzal a szereppel, amit mi elmondtunk. Tehát, és így, és ilyen módon lehet eseményeket szervezni, akár minden este is, ahol elvívjuk az embereket, és ahol az emberek valóban ebben az érzésben tudnak élni tartósan. Köszönöm. Nagyon jó, mondja Rav. Niv. Én tudom, én voltam egy körben, ahol elmondták az emberek, hogy az utolsó gázai művelet egy fordulópont volt Izrael életében. Mert az embereket nagyon könnyű volt újra emlékeztetni arra, hogy mi történt az egységre, és hogy mennyire ezen múlik a jövőnk, hogy együtt leszünk-e és összekapcsolódunk-e. És nyilván, amikor megemlítjük most az embereknek, hogy emlékeztek az embereket arra, aminek történnie kell, amiben élniük kell, akkor ez nagyon fontos. Igen, mondja Rav, ez az élet, ez az, amit meg kell mondani az embereknek. Tehát csak ezen a módon lehet ezt megtenni. Tehát akkor mi más következik most? Gyorsan. Röviden. Az igazság az, mondja a srác, hogy amikor ott van az ember, akkor látja az ember a fiatalokat. Ugye volt egy sörfesztivál is 3 napos Izraelben. A fiatalok jöttek, és mégis nem a sörfesztiválra mentek, hanem velünk jöttek leülni a műanyagszékekre. Megkérdeztek, hogy miről beszélünk, és mi azt mondtuk, hogy azon, hogy a nemzet hogyan lehet előrébb jutatni, és ők leültek, és akkor láttuk, hogy jó néhány fiatal ember ült a körökben, és nem sört mentek innen, nem leültek közénk. Tehát nehéz volt egyébként általánosságban az embereket berántgatni a körökbe? Nem volt annyira, mint gondoltuk. Nyilván mi a promenádnak, a sétálócának a közepén tettük le a köröket, és úgy közelítettük meg őket, tehát... Tehát az egész országból voltak ott emberek, nyilván akik ott nyaraltak, és néhány perc után a workshop már megadta azt az erőt, megtapasztalták a kapcsolatot. Tehát nagyon sok ember a végén azt mondta, hogy ez fantasztikus volt, és... Csomóan azt hitték, hogy ez ilyen iskolás dolog lesz az elején, de amikor megkezdődött a kör, akkor meg lehetett befejezni. Tehát nehéz berángatni őket, de utána sokkal könnyebbé válik minden. Így van, mondják a srácok. Tehát nagyon lenyűgöző volt látni, hogy a fiatalok egymást is hogy ültették le, akik ott barátok voltak, beszélgetni velünk.
hogy nyíltak föl, és ez a külső ráöltözése a dolgoknak hogy valósult meg. És hogy a szívek mikor nyíltak meg, és mikor kezdett el beszélni a belső lény. Fantasztikus látni, hogy a családok mennyire be akartak kapcsolni ebbe. Mindenképpen kell egy olyan applikáció, ami a fiatalokhoz fordul, és ami a családokhoz fordul. Tehát nekünk kellnek játékok, amelyeken az applikáción keresztül be tudjuk őket kapcsolni. Tehát mindenek előtt csak megerősen tudom, amit a barátok mondtak, hogy a családokon belüli kapcsolat az valóban fantasztikus volt, és esténként mi felfedeztük, hogy amikor a barátok, vagy a családok ültek a körökben, akkor valóban elkezdett kialakulni a kapcsolatok, és az anya végighallgatta, amit a lánya mondott például a körben, és nem is értettük, hogy ki beszél most, az anya vagy a lánya, tehát nagyon érdekes volt ez a kapcsolat látni. Tehát ők felfedezték önmagukat is ebben a körben, egy teljesen újfajta kapcsolatot fedeztek el fel, hogy akik testvérek, akik eddig harcoltak egymással, hirtelen kiegészíteni kezdték egymást ezekben a körökben, és ez az embereket elkezdte összekapcsolni óriási erővel, és sok gyerek is volt ott, és fiatal, akiket szintén hoztak magukra a szülők, és a barátaink hatalmas munkát végeztek ott. A fiatalokon, igen. Tehát a fiatalokon is, mert a fiatalok már készen állnak arra, hogy a sör ivás mellett valami sokkal nagyobb örömet tapasztalnak meg azáltal, hogy mi meghívjuk őket azzal, hogy egymással kapcsoljuk össze. Te is éjfélig kín voltatok, vagy éjjel egyig, vagy ki? Éjjel kettőig is kín voltatok. Még egész éjjel is lehetséges volt, hogy az emberek ott maradjanak éjjel kettőig. Fantasztikus magyarabb. És ezek a körök Eilatban jött egy ember, 20 év körül lehetett, és előtte egy nap is ott volt, és elhozta az egész családját másnap, tehát az anyját és a négy másik testvérét, és az anya volt ott öt fiával, és fantasztikus volt, hogy egymástól kérdeztek, egymással beszéltek, és azt kérdeztek, hogy tudunk kapcsolatban maradni, és hogyan tudjuk ezt az érzést fenntartani, és valóban nem akartak felállni a körből. Alig bírtuk őket felállítani a végén. Ami elképesztő, hogy ők milyen változáson mentek át, ez a csoport, elképesztő látni ezt. Tehát nagyon örömteli az a tapasztalat, hogy a legtöbb ember, akit megérintettek a körök, azok a reményt érezték, meg, hogy valóban egy hatalmas remény hatott át mindenkit. Tehát mindenki azt mondta, hogy a világ elveszette a reményét, de itt valami remény megújulásról van szó. És valóban állandóan kutatniuk kellett azt, hogy ki fog és mit fog irányítani, tehát valóban a jóságot tudjuk megragadni. Ez nagyon felelősök vagyunk, azért ezt folytatni tudjuk, hogy ilyen érzelmet adunk nekik, akkor valóban kötelez bennünket arra, hogy érzékenyek legyünk erre, és fenntartsuk ezt az érzést. Tehát folytassuk, különben a csalódottság az óriási lesz, és még rosszabb állapotba löki őket, és akkor az embereket negatívan fogja ez megérinteni. Tehát végig kell gondolni, hogy hogyan tudjuk ezt folytatni, hogyan tudjuk megadni a második fajta érzelmet a körökben. Oké. Na, még valami? Mit akarsz akkor mondani? Amit én mondani akarok, az, hogy én Nazáriában voltam könyvet osztogatni. Ez Rison Cion, mert az nem tudta, hol van, ez jó volt. Hol van az, amit mondtál?
nevetnek is. Tehát, és ott volt 5-6 család is, és akkor mondták, hogy ó, én már Eilatban voltunk ezen. Tehát fantasztikus volt látni, hogy a munka, az a szent munka, amit végeztek az emberek Eilatban, az hogy jutott el abban a faluban, ahol én megpróbáltam osztogatni. Tehát, és igen, én a barátaidat találkoztam Eilatban, és amit mondanak arok, hogy és akkor egy órán keresztül még beszélgettem velük, és én szeretném elmondani nektek, akik Eilatban dolgoztak, hogy ez egy szent munka, amit végeztek. Olyan fajta felemelkedést adtatok az embereknek, amit itt Riconban, ahol mi megpróbáltuk utána terjeszteni, az elképesztően érezhető volt, az az erő, amit adtatok az embereknek, amit a nyaralásról ezek fölszívtak. Elképesztő volt. Tehát nyilvánvalóan innentől kezdve, amikor elkezdtük szervezni a köröket, az embereknek már nem volt kérdés, akik Eilatban megvoltak érintve, vagy eljönnek. Tehát végig kell ülnünk a nyaralási időszak után, hogy hogyan tudjuk ezt a munkát folytatni mindenütt. Tehát hogyan tudjuk ezt az igazi gazdasági helyzetet is kihasználni erre, hiszen ez nem jó. Tehát én valóban azt gondolom, hogy ez az a terület, munkaterület, ahol kombinálni kell a gyakorlati munkával azt, amit csinálunk, és az embereknek választ kell adni az életünkben lévő problémákra, és nyilvánvalóan a gazdasági helyzetet, amiben élünk itt és most, ki kell használnunk, és a legtöbb embert, hogy ne csalódottsággal élje meg. Tehát nekünk ebben az országban kell, hogy lehet ebben az országban élni, magyarázatokat kell adni az embereknek. Rav. Mi tehát nem akarom most egyszer belemenni, hogy miért nem megyünk ki, nem tudom kivel konfrontálni, ezt nem értettem. Tehát nekünk meg kell erősítenünk a jót az emberekben, és a jó kapcsolat az emberek között. Nem kell nekünk ellenébe menni semminek. Nekünk csak a gonosz hajlammal kell harcolnunk, semmi mással, magyarabb. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy ez az az irányultság, amit végig kell gondolnunk. És amit mi teszünk, ezzel kapcsolatban nyilván az emberek, akik ebben az országban élnek, milyen fajta jelenséggel szembesülnek, meg se kell említenünk a gazdasági helyzetet, annélkül is elő kell haladnunk. Tehát mert negatív jelenségeket nem is kell említenünk, amit látunk a közösségünkben, itt vagy a világban. Nem kell a rosszról beszélnünk, csak a jóról kell beszélnünk. Hogy lehet, hogy a jó történjék? Tehát nem szabad, és el is kell kerülnünk mindenféle szervezetek hibájába esni, akik állandóan tüntetni akarnak, állandóan harcolni akarnak. Nekünk csak azt a dolgot kell stabilizálni, amivel a jó kapcsolatot lehet fenntartani az emberek között. Ez az egyetlen módja a korrekciónak. Legyen világos, hogy számunkra erősítsük meg magunkat ebben, hogy vannak irányok, amik nem a miénk. Tehát nekünk azokról a jelenségekről beszélni, amik, és a körökben is ezekről kell beszélni, amik jók. Mi nekünk nem kell beszélni semmilyen negatív dologról, csak a pozitív eseményekről kell beszélnünk. Oké, tehát még egy dolog volt, ami nagyon jó, hogy az emberek valóban figyeltek arra, amiről beszéltünk, és egy valódi feltárulás volt, és az emberek egy csomó dolgot nem tudtak, új dolgokat is hallottak, és a szabályok például, a szabályai. A végén már nem is kellett emlékeztetni az embereket, nem törték meg a szabályokat. Fantasztikus volt, hogy csak tényleg hozzáadtak egymáshoz, nem negálták egymást. Hirtelen megjelent valami, ami nem is értettük, hogy működik. Tehát valóban egy óriási áttörés van. És amikor ön azt mondta nekünk, hogy az egész nemzet, annak a Biné Barukká kell válni, én nem hittem el, de most elkezdem elhinni, mert ez meg fog valósulni. És ez félelmetes dolog, ami látszik, hiszen a körökben, amiket szervezünk 6-8 órán keresztül, elképesztő látni ezt minden szinten. Hát, adjatok példát, nem egyszer, nem kétszer, tehát, hogy valóban az emberek, ugye, mintha lenne egy gyerek, és ezt a gyereket valóban tényleg az apja ennek a gyereknek, és ez,
egész addig kell mennie, amíg... Ugye pontosan úgy kell kezelnetek mindent, mintha fiatal családnak gyerekei vannak. Így kell ezeket az embereket megközelíteni. És így kell magatokhoz kapcsolni, így kell oda kapcsolni őket. És így kell felnőtté nevelni őket. És valóban remélem, mondja, hogy az a nyomás, amit érezni fognak, az az elvárás, ami ebből megjelenik, ez valóban még felelősségteljesebbé teszi őket, és felnőttebbé. Igen. Valójában a fiatalok, akik megjelentek Eladban, a legtöbbször nyilvánvalóan a legfontosabb szerep, amit meg kellett valósítani. Tehát nyilvánvalóan az a lehetőség, hogy az emberekhez beszélhetünk közvetlenül, a különböző korú emberekhez, arabokhoz, izraeli arabokhoz, izraeliekhez, zsidókhoz, és valóban fantasztikus inspirációt adott ez, amikor elkezdünk hozzájuk beszélni, nem sört mentek, hanem leírtak, egy fél órát, órát eltöltöttek velük, vagy még talán többet is némelyik esetben, és a fiataloknak is sikerült példaként szolgálnunk. Nagyon sok fiatal jelent meg, és ugye itt nem volt tér és nem volt idő, túlléptünk mindenen, és valóban az emberek, akik ott voltak, ott a kapcsolatról beszéltek, a körökről, és ezért nagyon érdekes volt ez az egész folyamat, amin keresztül mentünk. A fiatalok, csak egy kicsit dolgot hagyjak hozzá, ugye mondtuk, hogy üljetek le, és nyilvánvalóan így kellett előre haladni, tehát tehát nyilvánvalóan meg kell tapasztalni bizonyos dolgokat, és így valóban az igazság tárulhat fel az emberek számára. Hogy történhet az meg, hát hogy ha két-három ember kezdi az aktivitást, a többiek hogy fognak hozzáidomulni? Tehát hogy történik az meg, hogy sok ember kapcsolódjon bele? Egy kör volt, aki ott ült, és nyilvánvalóan mikor az antiszemitizmusról beszélünk, az, hogy a kör, hogy viszonyulnak az emberek a körökhöz, tehát valóban ez nagyon fontos. És a bölcsesség, amit megnyilvánul, az, hogy valóban minden emberrel kapcsolatban tudjunk lenni, és hogy valóban a cselekedetet végre tudjuk hajtani, nyilvánvalóan egy különleges viszony kell azok, akik beszélnek, azok, akik elkezdtek a körben előadni. Tehát, hogy aztán egy új kört alapítottunk, aztán egy újat, és lehetett érezni azt, hogy akik beültek a körökbe, azok már elkezdték megérezni a kapcsolatot és a szeretetet egymás között. Tehát, és amikor azok is, akik cinikusan ült le először, azok is előre tudtak haladni. Oké, de hát így lesz a legnagyobb impresszió, amit mi... Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy hogyan lehet ezt megtapasztalni. Tehát egy új kör, aztán még egy új kör, aztán még egy új kör. Tehát ilyen módon... Oké, tehát az emberek érezhették, hogy meg tudták tenni.
Tehát valóban egyszerűen működik az, aminek működnie kell. Nyilvánvalóan ez mindig a kapcsolattól függ, a kapcsolat történik meg. Tehát az arabok és akik még héberül gyengében is beszélnek, nagyon fontos dolog volt, hogy ők is bekapcsolódtak ebbe, és hogy milyen tehát nyilvánvalóan hogy az általános témához kell kapcsolódni az embereknek, így van. Itt tehát az emberek mindig megpróbáltak egymásnak is rövid válaszokat adni. Persze, mert a nyelvtudásuk az nem elég az, hogy hosszú magyarázatokat kapjanak az arabokról van szó, ugye? Tehát nyilvánvalóan rendkívül izgalmas volt arra, hogy hogy figyeltek a leckére, és hogy a tehát nyilván meg kell östeni ezt a pontot, tehát hogy hogyan lehet egyfajta kölcsönös pontot elérni. Hogyan tudjuk menedzselni ezt a szakadékot? Hát így kell támogatni egymást, így kell. Tehát hogyan történhet mindez meg, hogy az arabok még jobban belekapcsolják ebbe a munkába? Na akkor a nők. Tehát mindenek előtt tehát, hogy a helyzet megváltozon ebben az országban, ami nagyon fontos lenne. Az emberek általában is azt mondják nekünk, hogy nagyon jó munkát végzünk, és nagyon sok fiatal ember, a legtöbb fiatal ember még nem dolgoztak túl sokat az országban. Az emberek szinte ki kell találni, hogy mit tudunk mondani ennek a fiatal embereknek, és mégis van egyfajta jelenség, kinyílik a szívük a fiataloknak, és ők maguk is mondják, hogy gyertek, üljetek le, nyissátok a szíveteket. Tehát a végén már a körülbelül lévő fiatalok biztatják a többit. Tehát a fiatal embereknek egyszerű, a fiataloknak egyszerű szavakra van szükségük, és nyilván a felnőttek azok pedig a sokkal nagyobb problémákról szeretnének beszélni. A fiatalok azok tapasztalatot akarnak keresni, tapasztalat, megtapasztalást. Tehát ők szeretnék érezni egy érzést, az, hogy van a fénynek egy szikrája, ami elérhető lesz, és ezek a szavak, amikről beszélünk, ezek a nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy az emberek azt érzik, hogy meg akarjuk próbálni ezt, amiről ti beszéltek. Na? Te voltál ott? Nem tudom, kicsit, aki Kanadából jött vissza, te azt kérdezi, te voltál ott? Én Ramat Gamba voltam az a hétvégén, a Nemzeti Parkban, és ott volt egy vegetáriánus fesztivál, az emberek leültek a körökbe, ugyanúgy, mint Eilatban. Ezt szinte non-stop módon beszéltünk, hogy mi a kölcsönös garancia, mi a szeres felebarátod minden magad. Ellenőre rendkívül izgalmas dolog volt. Valóban, amit lehetett látni, és amit mi megtanultunk ebből is, arról nincs, szavak sincsenek el, ami történik. Tehát, Rav. Azaz. Még azok is, akik nem kapcsolnak hozzá, ugyanazokat a szavakat kezdik használni. Igen, mondja. Valóban, ugyanabban az érzésben vagyunk. Értem, magyarabb. Tehát
Tehát nyilván nem, az emberek nem szeretnek kötelezettséget magukra vonni, de és szeretnek arról a részletekről beszélni, amiket őket bosszantják az életükben. De én azt gondolom, hogy legalább 3-4 meetingre kell elhívni mindenkit, pontos az életnek a különböző területére ülve, tehát ez segíthet nekik, hogy az élet egyéb területére egyáltalán odafókuszálnak, hogy az emberek érezzék, mert nekik megvan az íze, a képességük, hogy ezt az ízt érezzék, és az a legfontosabb, hogy ezt az ízt odaadjuk. Nekünk ezt folytatni kell, ez egyértelmű magyarra. Én mindent, amit a barátok elmondtak, egyetértek, tehát én valóban éreztem a körökben, hogyha kérdéseket tettünk fel, akkor milyen volt a válasz a belső körökben, és hogyan tudtak megadni válaszokat arra, hogy az emberek ezekben a körökben integrálódjanak egymásba a vágyakkal, és mások vágyába képesek legyenek beleolvadni, és valóban impressziókat kapjanak egymásról. Tehát, hogy valóban beleolvadjanak egymás vágyába. Amit tennünk kell, az az, hogy valóban az emberek ki tudják magukat fejezni. És nyilvánvalóan nem szabad belemenni túlságosan személyes dolgokba, és őket sem szabad hagyni, hogy a személyes dolgaikat kezdjék el feszegetni. Én adhatok egy példát, mondja Rav. Tehát minden ilyen lecke során, vagy együttes körben, amit hozzá kell adni ehhez, az érzelmi benyomásokhoz, de mégis valami intellektuális része is. Tehát, hogy nektek kell egyensúlyba hozni az intellektust és az érzelmeket. Tehát ti vagytok ennek a szakértői, hogy kell ezt megtenni. Tehát ti vagytok a köröknek a szervezői, nektek kell egy biztos alapot teremteni erre. Nem hókusz-pókuszálni kell, hanem egyfajta kérdésről kell neki szegeznetek az embereknek, hogy egy struktúrába tudjátok őket kapcsolni. És ugye mi töröttek vagyunk, harcolunk egymással, ugye, ahogy tudjuk, és nekünk a rendszert kell megérinteni egy kicsit, és ez majd megadja nekik egy sokkal komolyabb elvárást, adnak egy egyensúlyt fogadni, és akkor ezzel a benyomással segíthetne, hogy megfogjuk őket, magyarabb. Tehát egyfajta inspirációt kell adnunk nekünk, meg kell adnunk, hogy ők akarják ezt folytatni, hogy valami végtelen kezdődik itt, valami olyan, ami nem fejeződhet be. Én ezt értem, magyarabb. Nem fejeztük még be ezt a munkát, tehát nyilván itt kell egyfajta belső működés, amivel valóban összekapcsolódhatunk velük, és mert kell az, hogy meglegyen az e-mail című, kell, hogy meglegyen az, hogy mi mit vagyunk a kezünkbe, hol fogjuk őket kapcsolni. Tehát hogy a csatornákon keresztül mit tudunk átadni, milyen üzeneteket, hogy tudják folytatni. Tehát ezt meg kell szerveznünk. Valóban, mondja Rav, a televízión keresztül is képesnek kell lennünk folytatni velük ezt a munkát, és hogy elérjük ugyanezeket az embereket, akikkel már kapcsolatban voltunk. És nyilvánvalóan ez csak ezen keresztül valósulhat meg, a tévécsatornán keresztül, az internetcsatornán keresztül. Tehát ezen a módon kell őket megszerveznünk. Nem tudom, mondja Rav. Ezek a beszélgetések
Ugye, ahol több ezer embert megérintünk, vagy talán több százezer nézőnk is van, meg kell látnunk, hogy ezt hogy tudjuk továbbfejleszteni, de ezen túlmenően nekünk arra is szükségünk van, hogy geográfiai helyeknek megfelelően kezdünk szétválogatni akár cikkeket is, és lát az ottani emberekhez hozzáigazítani, és hogy melyik helyen tudjuk a legjobban folytatni a köröket, és hol tudjuk ezeket a tevékenység sorozatokat folytatni. Nekünk diversifikálni kell az, hogy itt hogy folytatjuk, vagy ott folytatjuk, a különbségeket ki kell finomítani, hogy képesek legyünk a rendszert, a rendszer igényeihez hozzáigazítani. Tehát, hogyha mi egy kört szervezünk, akkor azt a legmagasabb szinthez kell hozzáigazítanunk, és még több eszközre van szükségünk ahhoz, hogy ezt igazán egyensúlyba hozzuk, érzelmileg és értelmileg. Oké, tehát olyan fölemelte az én elvárásomat és törekvéseimet is, ami megjelent bennem is. Tehát Eilatból, amikor Tel Avivba jöttünk, és ugye itt Tel Avivban volt egy parkban valami esemény, a köröket szerveztünk, és hogy ellenállt a támogassuk, és hogy újra gyújtsuk a tüzet, ugye, ami már meg lett gyújtva. Ez volt az én érzékelésem, tehát amit akartam mondani, csak annyi a tapasztalatom alapján, hogy ugye az izraeli repülőtéren tapasztaltam ezt meg, hogy valaki odajött hozzám, ugye három körben lehetett volna ott szervezni, és úgy ült 30 ember a körök ott a repülőtéren, és amikor balabba repültünk, szerintem Eilatba mentek, és ugye volt egy moderátor a csoportnak, ugye csak 30 percig tartott körülbelül ez a workshop, de ez valóban impressionált volt, mert egy csomó ember, aki mellénk csatlakozott, megkérdezte, kik vagyunk, mit csinálunk, mi ez a mintázat. Tehát amikor berepültek, szerveztek workshopokat. Még egy apróság, amikor az arabok, a zsidók együtt ültek, akkor sok egyszerűbb volt ezekben a körökben leültetni őket. Tehát nem voltak külön arab körök, meg külön izraeli körök. Nyilván ez mindig a zsidó emberek felkészülőkön függ. De igen, tehát ott voltak arabok, és valóban tehát nyilvánvalóan látnunk kell, hogy hogyan tudunk előjutni, tehát hogyan tudjuk folytatni ezt a munkát az arabokkal, és egyáltalán tehát hogyan tudunk előfeszítéseket tenni a repülőtéren, és hogyan tudunk előre múzni ezeknek az embereknek a visszakapcsolásában, vagy még egyszer összekapcsolásában. És ugye, hogyha van egy csoport, aki már ismerik egymást, akkor valóban nem csak azok az embereket kell tudnunk összekapcsolni, akik már egyszer összekapcsoltak, hanem az újakat is összekapcsoltak. Így van. Tehát vannak emberek, akik már gyerekkoruk óta ismerték egymást, és úgy mennek el nyaralni, de volt olyan, aki kifejtette, hogy életemben most először figyeltem oda az emberre, akit gyerekkor óta ismerek, a barátomra. És ugye a moderátorok minden nap összeülnek, és minden nap megbeszélik, hogy mit kell tenni. És nyilvánvalóan a közönség megfelelően ezek a moderátorok óriási fényt kapnak, ez nagyon előnyös lehet egy ilyennek lenni. Ez hatalmas munka, valaki ilyen munkát tud végezni a körökben, tehát moderátor. Igen. Tehát mindenek előtt az, aki ott volt. Én azt gondolom, hogy valóban, amit felfedeztünk, az a felkészülési trükk,
amit előtte sosem éreztünk, és hogy belelettünk foglalva abba az egységbe, ami történt. Oké, de nyilvánvalóan senki nem tudta, hogy miben van benne ezt megelőzően. Igen, ezeket a legkülönbözőbb területekre lehet másolni, ami történt, hogy hogyan lehet felkészülni ezekre a körökre, és akkor az embereket hogyan lehet nagyon gyorsan bevonni a körökbe. A feltárulásnak a lényeg, ami itt történik, a családok számára, és akik először kapcsoltak ide, hogy mi lehet a legértékesebb a számukra, hogy valóban elkezdjék elfogadni ennek a fontosságát, hogy tehát nekünk valóban bátorság kellett, hogy ezeket a köröket így alapítsuk meg Eilatba, de a bátorságunk meghozta az eredményét, mondta Stász, és meg is tapsolták. Na nézzük, hogyan működik majd ez. Ja, te még nem beszéltél, akkor mondja a beszélj. Én Netanyából szeretnék beszélni, a netanyai terjesztésről. Tehát hétfőn és vasárnap összegyűltünk az egész netanyai csoport, hogy az eilati tevékenységet megbeszéljük, és a női csoportnak volt egy elképzelése, hogy Netanyában valósítsuk meg mindazt, amit ott tettünk. Tehát ugyanezt a dolgot választ csináljuk meg Netanyán, hiszen vasárnap és hétfőn a reggeli leckétől a kajáig, amit a női csoport készített el. Kimentünk, workshopokat szerveztünk, tehát másfélás workshoppal kezdtük az egészet, utána elkezdtük a terjesztést, aztán visszatértünk a helikopterbe, ettünk, aztán megint jött két óra felkészülés, és utána kimentünk, és elkezdtünk osztogatni könyveket. Az egész felkészülés, az nagyon intenzív volt, az emberek workshopoltak, fölkeltek reggelente, egy újfajta terjesztés indult be, egy nagyon minőségi terjesztés, tehát 3000 könyvecskét osztottunk ki, és minden este 5-6 körben dolgoztunk, és az eredménye az lett, hogy új kapcsolatok jelentek meg a barátok között is, akik ebben részt vettek, és akik kész vettek a felkészülésben, azok különböző módon tudtak kommunikálni egymással, és újfajta viszonyt építettek ki az emberekkel. Nagyon intenzív és nagyon előrevívő dolog volt. Nagyon jó, mondja Rav. Akar valaki mondani valamit a nők közül, mondja Rav? Én kérdezni szeretnék valamit. Mit tegyünk az oroszul beszélőkkel? Ott a kép teljesen más, az oroszok. És hogyan dolgozunk velük, amikor ők jönnek a körökbe? Vannak még az oroszokról valakinek benyomásai, kérdezi Rav? Eilatban csak héber köröket csináltunk, mert az emberek nem is örültek, ha valaki csak oroszul beszélt a körben. Tehát nagyon sok olyan orosz van Eilatban, és nem vettek részt ezekben? Nyilván, hogyha kapcsoltak, akkor mindenkivel kell kapcsolni. Tehát hogyan tudjuk őket úgy bevonni, hogy ne csak oroszok legyenek a körben? Hát, ezt nem tudom, magyarabb. Nektek kell érezni, hogy lehetséges mindez. Hogyan lehet őket megközelíteni? Tehát mindenek előtt, mivel héberüket beszélni, nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy mi történik. Tehát nyilván a legtöbben nekik az orosz sokkal egyszerűbb lett volna, de itt a többi ember miatt héberüket beszélnünk. Tehát nagyon sokan jöttek egyébként, leültek közénk, és valóban úgy léptek be a körökbe, hogy ők sokkal könnyebben tudtak kapcsolódni, de
nyilvánvalóan azt is végig kell gondolni, hogy hogyan tudjuk folytatni velük ezt a munkát olyan módon, hogy egyre jobban be tudjuk vonni az oroszokat. Én nem gondolom, magyarabb, hogy el kell szeparálni őket. Ez több, ez millió, ez ember milliók, amiről szó van. Oké, tehát másfél hete volt már ez. Tehát nyilván az oroszok nyitottak, de a nyelv miatt nagyon másképp kapcsolódnak, tehát a teljes szervezést végig kell gondolni, hogy hogyan lehet megtenni ezt, hogy ne csak oroszul, hanem héber is tudjunk velük kommunikálni. Oké. Tehát akkor lehet, hogy kellene körök, amik oroszul beszélnek. Én azt gondolom, hogy az oroszoknak szükségük van arra, hogy oroszul szervezzük meg őket, de mert ugye ezeknek az embereknek többé-kevés ugyanaz a kultúrájuk. No, oké, akkor a következő. Ki volt ott? Te ott voltál? Igen. Akkor beszélj mikrofonba. Én, tehát mindenkit azt tudom mondani, amit Nakash mondott korábban, hogy először az emberek nem akartak leülni, akár zsidók, akár oroszok, mégiscsak leültek, és megtalálták, és jó volt a közös kapcsolatuk, és ugye egy ilyen természetes felosztás volt a fiatalok és az öregek között, és ha a családok jöttek, akkor az apa és az anya, ha ezek együtt jöttek a körökbe, három lányjal például, akkor ők leültek, és elkezdtek elmagyarázni nekem, hogy miért születtek, miért van egy gyerekük, mit kell tenniük, mi az életnek az értelme, ugye erről beszéltünk egy kicsit, és ha ilyeneket kérdezik, akkor válaszoltuk erre? Nem, akik leültek ott, ezek kérdezték. Tehát a végén egész egyszerűen az történt, hogy maguk Rav Lajban jöttek, megmondták ezt, és akkor mi valóban megpróbáltunk egyesülni, és akkor te nagyon mondtam nekik, hogy megérdeztek arra, hogy kapcsolatot be egy csoporthoz. Aztán jött egy fickó, aki Hollandiából jött, aki... Tehát őrült dolgok történtek ott. Tehát én csak egy dolgot mondhatok önnek. Tehát elképesztő látni, hogy a mi generációnk mennyire készen áll arra, hogy benyomásokat tudjunk egymásnak adni, és hogy teljesen mindegy, hogy hány évesek az emberek, egész egyszerűen vannak, akik a kabalába születtek, ezek sokkal jobban vételen állnak már, mint mi bármikor, mondja a srác. Tehát volt egy esetem, amikor volt egy orosz nő, aki a Baltikumból érkezett, és ő rendkívül érdeklődő volt, én egyszerűen... Mindig mondta, hogy én ezt értem, hogy ilyen hatalmas benyomást tudtok nekünk adni, és nagyon érdekes volt látni, hogy... És ő nem orosz körben volt, a zsidók között ült. Tehát általánosságban is mondja Rav, nekünk végig kell gondolni, hogy kell az oroszokról gondoskodnunk, nekünk kellene köröket nyitni, az emberek igényre megfelelően. Lehet, hogy kell angolul, lehet, hogy kell oroszul, ugye Eilatban sok a nyaraló. Tehát az 16 féle különböző nyelvet lehetett ott elkapni a promenádom. Tehát nyilvánvalóan itt nemzetközivé kéne tenni ezt az egészet, mivel ezekkel az applikáció, amiről a fiók beszéltek a telefonra, és akkor ezt mindenkinek oda tudjuk adni. Tehát nyilván az emberek akarják ezt a fajta tartalmat, és akarják érezni. Tehát
Oké, nekünk ezt végig kell gondolni, mi történjen. Tehát itt egy óriási potenciál van ebben. Még egy dolog, ami lényeges a családokkal van kapcsolatban, tehát nekünk a Szocsi példát kell fölvennünk, tehát valóban figyelnünk kell a terjesztésre és a terjesztés adott válaszra. Az emberek ugye családokkal érkeznek, feleséggel, gyermekkel, és nyilvánvalóan igen, tehát nekünk egy lehetőséget kell adni, hogy a családok végig tudják gondolni, hogy végig kell gondolniuk. Tehát mindenek előtt nem hallunk, mondja Rab. Tehát nyilvánvalóan az oroszoknak oroszok felé való terjesztésre szeretnék majd mondani. Amikor az emberek beszélnek a terjesztésről, nyilván szükség van valamilyen módon arra, hogy az emberek valóban kapjanak valami kis bukletet. És ez egy nagyon jó dolog, hogy az embereket magunkra tudjuk ilyen módon vonni, és valóban képesek legyünk egy ilyen fajta dolog megszervezésére. Egy gyakorlati kérdés. Tehát amikor az emberek leülnek a körökbe, tehát hogy elkezdjük megérteni, hogy miért, tehát hogyan kell, mennyi ideig kell bent tartani őket a körökben. Tehát nyilvánvalóan, mint egy, ennek úgy kell működnie, hogy meg kell találni valahol a középutat, az arany középutat, hogy ez jól működjön. Nyilván ez is összefügg a lenullázódással is, hogy nekünk le kell nullázódni, és nekik kell igazán érezni magukat. Tehát nyilvánvalóan tehát a kérdéseket hogy lehet föltenni, és hogy lehet ezeket menedzselni. Tehát a támogatásnak az egész körben úgy kell működnie, hogy és pontosan erről akarok kérdezni valamit. Tehát, hogy a kérdéseket tegyenek föl, az rendben van. De az, hogy a belső szinten megjelenjen valóban a moderáció, tehát, hogy valóban képesek legyünk ezt az egész témát megragadni. Nem, én azt gondolom, hogy fenn kell tartani, mondja Rav, azt a víziót, azt a tehát nektek akarni kell folytatni, és azt kell, nektek ezen a módon kell folytatni, és benne kell tartani az embereket mindenképpen. Tehát, hogy minek kell megtörténnie, ugye ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nyilván a tapasztalatból kell tudnunk, hogy mennyi opciónk van, hogy valóban személy szerint gondoskodni tudjunk arról, hogy tehát, hogy el tudjuk
Oké, okay, dal. כמה שיותר רחב, אבל מתוך המעגל שלו. Tehát hány kört kell tenni, és milyen széles közönséget kell oda körülbelül beszervezni? Ez ugyan, mint az imában. Tehát mindenkinek egy körben kell lennie. Igen, Dani. Akkor te kezd el az éneklést.